Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, az Orvos Válaszol című egészségügyi magazinunkat látják. Rendszeres nézőink már jól tudják, hogy műsorunkban különféle egészségügyi problémákat járunk körül orvos szakértő vendégünkkel. Önök is kérdezhetnek, telefonszámunk 061-877-0599, SMS számunk pedig 0630-444-4404. Ma véleményem szerint egy nagyon érdekes témával foglalkozunk. Vendégünk a stúdióban dr. Jós Károly, a kínai orvoslás és az akupunktúra szakértője. Jó napot kívánok, doktor úr! Jó napot kívánok! Most mondhatjuk azt a nézőknek, hogy ma akkor az egész emberi szervezettel, emberi testtel foglalkozunk, és szinte mindenféle témában kérdezhetnek? Mindenképpen, ez majd később beszélünk róla, a holisztikus jellegéből adódik ennek a gyógymódnak, amely miatt nagyon-nagyon kevés olyan panasz vagy betegség van, ahol ne lehetne legalább egy picit segíteni. Ön orvosként végzett, a nyugati gyógyítás, gyógymódot és a kínai orvoslást együtt alkalmazza a terápiája során. Hogyan fér meg a kettő együtt? Mi az ön tapasztalata? És mióta alkalmazza a kettőt együtt? Hogyan jött erre az útra? Tapasztalatom, hál' Istennek, nagyon jó, nyilván ezért is vagyok ezen az úton. A nyugati orvoslás egy nagyon-nagyon fontos alap. Hát ez nagyon sokat segít minket, ha a kínai orvoslást is praktizálunk abban, hogy ne tévejedjünk el, hogy ha műtétre van szüksége a páciensnek, ha komoly gyógyszerelésre, akkor ne próbáljuk őt elvinni olyan irányba, amiből nem sül ki jó. És ez az alap, amire biztonságosan lehet ráépíteni a komplementer orvosi irányzatot. Ez ugye az én esetemben a hagyományos kínai orvoslás. És így, hogy mindkét oldalt ismertem, ugye ugyanúgy bejártam a szakmai utat, szakgyakorlatokat, szakvizsgát is kell a jogszabályoknak megfelelően szerezni a nyugati orvoslásban ahhoz, hogy praktizálhassunk keleti orvoslást. Így, ha erre van szükség, azt tudom javasolni a hozzáfordulóknak. De miért döntött emellett? A hagyományos orvoslásban talált hiányterületeket? Hagyományos orvoslással kapcsolatban egy picit csalódtam. Hát az ember mindenképpen nagy optimistán indul az egyetemen, és azt várja, hogy most akkor bárki, aki hozzáfordul, tud segíteni rajta. De nem így lett. Hát egyre inkább láttam, hogy gyakran inkább csak tüneti kezelésről, gyógyszerek beállításáról van szó nagyon sok, főleg krónikus betegség esetén, és hiányoltam azt, hogy nincsen lehetőség a gyógyításra, vagy legalábbis a gyógyításhoz való, vagy gyógyuláshoz való segítésre. És amikor hallottam a komplementer terápiákról, és hogy bizonyos esetekben ez akár az eredeti teljes gyógyult állapot elérését is elősegítheti, akkor kezdtem el nézegetni, tanulmányozni. Kicsit a kínai kultúra iránti korábbi érdeklődésem alapján döntöttem a hagyományos kínai orvoslás mellett, ami egyébként utólag kiderült, hogy nagyon praktikus volt, mert Magyarországon jelenleg ez az egyik legszélesebb körű gyógymód. Tehát a legtöbb eleme van, a legtöbb módon, legtöbb irányból tudunk segíteni a páciensnek. Mi az alapvető különbség a kettő között? Egy dolgot már finoman érintett, a tüneti kezelést, de hogyan tudná megfogalmazni a különbséget a két terület között? Ez így ebben a formában, hogy tüneti kezelés nem igaz, mert ugyanúgy van oki kezelés a nyugatiban, nyugati orvoslásban is ugyanúgy van keletiben, valamint tüneti is van mind a kettőben. Ugye az a különbség, hogy más-más esetekben, más-más panaszoknál és betegségeknél tud az egyik vagy másik oki vagy tüneti kezelést adni. Tehát ugyanúgy, ahogy van olyan kórkép, ahol a nyugati orvoslásnak elsődlegesen tüneti kezelései vannak, de nekünk, vagy a kínai orvoslásnak vannak az okot befolyásoló lehetőségei. Ugyanígy van ez fordítva is. Tehát mondjuk egy nagyon erős, súlyos, fertőző betegségről beszélünk, akkor akármennyire szurkálhatom a pácienst, hogyha nem kap antibiotikumot, ami itt jelen esetben az oknak, az elharapózó bakteriális fertőzésnek a legyőzésére irányul, akkor nem fog meggyógyulni. Akkor mi a különbség a kettő között? Van olyan, ami olyan betegség, ami inkább az egyikre, inkább a másikra reagál jobban. A különbség talán inkább az, hogy más betegség csoportoknál érdemes inkább ezt választani, vagy adott betegségeknek egy korábbi fázisában. Akkor nézzük konkrétan, hogy a kínai orvoslás, a hagyományos kínai orvoslás, ez miből is áll tulajdonképpen? A hagyományos kínai orvoslásnak van egy nagyon komplex diagnosztikai rendszere, amely annyiban különleges és annyiban nagyon jó kiegészítője a nyugatinak, hogy olyan funkcionális eltéréseket tud meghatározni, amely eltéréseknek akár külön-külön szervrendszerekben lehetnek megnyilvánulásai. Tehát lehet valakinek egy fejfájása, mellette egy nőgyógyászati panasza, egy hátfájása és egy látászavara,
És akkor nyugati orvosilag ugye külön kell szemészhez menni, nőgyógyászhoz, reumatológushoz, és így tovább. Na most nagy eséllyel, mint hogyha közös okot nem találják meg, nagyobb az esély, hogy csak tüneti lesz a kezelés. Míg a kínai orvoslásnál egyes ilyen esetekben, nyilván nem mindegyikben, de gyakran megtaláljuk ennek a közös gyökerét. És ha ezt tudjuk kezelni, akkor függetlenül, hogy melyik nyugati szakirányról van szó, az azon a irányon lévő betegséget is tudjuk jól kezelni. Mert hogy milyen diagnosztikával dolgoznak önök? Ez a kínai funkcionális diagnosztika, ez az első hallásra furcsán hangzik. Mert itt vérhiányokról, vérpangásról, csíről, mint energia, hát ugye valaki meghallja, pláne amikor szkeptikusokkal beszélgetünk, csí, hát az egy marhaság, hát ilyen nem létezik, hogy csí, hogy különleges életenergia, nem. A csí az tulajdonképpen minden, ami energia, tehát az, ami megkülönböztet egy élő embert egy holttestől, ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, ami mozgatja, ami melegíti, ami a kis apró változásokat, az elektromos változásokat, a hőmérsékletet, a hőtermelést okozza nála, az mind ugye végül is nyugati-európai vagy európai szemszögből is ez energiának nevezzük. Ezeknek egy gyűjtő fogalmát alkották ők meg a csí fogalmával, és azáltal, hogy ezeket a funkcionális eltéréseket térképezzük föl a diagnosztika során, ezért ezáltal nyerünk egy más nézőpontot. De ez hogyan történik? Hogyan képzeljük el? Tehát bemegy a beteg, és akkor mi történik vele egy ilyen rendelőben? Hogyan történik az ő állapotának a felmérése? Hogyan derül az ki, hogy éppen neki milyen területen van problémája, hol van esetleg hiány a szervezetében? Ez ugyanúgy indul, mintha egy házi orvoshoz menne be az ember. Tehát mi is, amúgy törvény által is előírtan, egy nyugati diagnosztikával kezdünk. Tehát amíg az embernek nincsen, a páciensnek nincsen nyugati diagnózisa, addig nem kezdünk bele a keletibe. Ugye itt dől el az is, vagy ez az a védelem az irányba, hogyha olyan diagnózis van, amihez nyugati kezelés kell, akkor már rögtön az elején meg tudjuk fogni, és el tudjuk irányítani megfelelő szakorvoshoz. Miután megtörtént, adott esetben ugyanúgy én is megmérem a vérnyomását, meghallgatom a szívét, hogyha mondjuk nem egy kész papírral érkezik egy szakorvostól, hogy ő felállította a diagnózist, és úgy javasolja a terápiát, akkor én is így a szakvizsgám következtében jogosult vagyok diagnosztizálni. Utána térünk rá a kínai orvosi kikérdezésre először, majd vizsgálatra. A kikérdezés az talán, ami a legnagyobb adathalmazzal lát el bennünket, sokkal-sokkal részletesebb, mint a nyugati. Tehát a köröm minőségétől kezdve, az alvás zavaroknak a különböző típusain át egészen addig, hogy milyen jellege van annak a mondjuk fejfájásnak, van 7-8-10 féle különböző jellege, ami nekünk mind segít, hogy pontosan megtaláljuk azt a diagnosztikai kategóriát, amiben beleillesztjük. Ezt követi a vizsgálat, ahol megtekintjük a nyelvét. A nyelvdiagnózis az egy nagyon komoly eleme. Az miért fontos? A nyelv egy érdekes szerv, ahol nagyon sok minden megnyilvánul. Nagyon sok szervrendszernek az eltérést okoz a nyelvem. Akár például, hogyha tud mondani konkrét példákat, akkor azt megköszönöm. Például gyomorégése jelentkező pácienseknél nagyon gyakori, hogy a nyelv közepén egy kis lepedékmentes, vagy kicsit kisimult területet találunk. Vagy ha valaki krónikus stresszes páciensként érkezik, ugye ez most gyakori, de ez nem egy szakszerű diagnózis, ugye nyugatilag inkább a vegetatív idegrendszer tartós egyensúlyzavaráról lehet beszélni, illetve esetleg a stresszhormonok tartós eltéréséről. Ilyen pácienseknél érdekes mondani, a nyelvnek a szélén látunk egy csupasságot, ahol lesimulnak ezek a kis papillácskák, ez a mintázat, ami a nyelven van, és ez segít bennünket abban, hogy ez kiderül, és nyilván addigra a beszélgetés során is egyébként már kiderül, hogy ő stresszes, tehát ez inkább csak egy ilyen biztosíték számunkra, hogy valóban az van, amit gondoltunk, a nyelv is igazolja ezt, illetve a pulzus is. A pulzus a másik legnagyobb eleme a kínai fizikális vizsgálatnak. A kínai orvoslásban 36 különböző pulzus kvalitást különítenek el. Mert szerzőnként kicsit változik, 30 és 40 között. Ugye azt jelenti, hogy a nyugati orvoslásban ismerjük a szapora pulzus, ismerjük, hogy lassú pulzus, meg esetleg, hogy kicsit össze-vissza ver. Ennyi, ezt akartam pont mondani. Ennyi. Na most további 33 finom kvalitás, egy picit erősebb, picit gyengébb, picit, hát... De ezekből is lehet következtetni már valamilyen betegségre, hogy kinek nem betegségre, fontos különbség, hogy itt is már a funkcionális diagnosztikai entitás, tehát mondjuk úgy fogalmazunk, hogy szapora pulzus például, azt a kínai orvos úgy írja le, hogy valamiféle forróság van a szervezetben, a forróság fölgyorsítja.
Most ez nem lázat jelent, tehát nem a nyugati értelemben vett forróság, hanem azon kifinomult több ezer év alatt kifejlődő diagnosztikai rendszernek egy elemét jelenti. Nem lehet egyáltalán lefordítani. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy valakinek máj csípongása van, akkor nem lehet azt mondani, hogy ez megfelel a gyomor panaszoknak, vagy megfelel a migrénnek, vagy nem. De mindegyik mögött ott lehet. Ugyanígy fordítva is. Hogyha valaki egy gyomorfájással érkezik hozzám, akkor 8 páciensnél adott esetben 8 különböző funkcionális diagnózist állítok fel. És nála az fog működni. Tehát, ha valaki úgy kezel kínai orvosi alapokon, régen volt ez elterjedt, amikor még nyugaton a kínai orvosás oktatása nem volt ilyen magas szinten, hogy egyszerűen nyugati diagnózis bejön, fejfájós, hol fáj fel? A homloknál, és akkor le volt írva, hogy mi az a 8 pont, amit meg kell szúrni neki hétről hétre. Hát olyan jó 50%-kal eséllyel, kicsit talán többel működött, vagy igen, vagy nem. Mióta elterjedt itt is, és népszerűvé vált, és megfelelő színvonalú lett az oktatás, és fel tudjuk állítani a pontos diagnosztikai kategóriákat, fölemelkedett 80-90%-os valószínűségre esélyre az, hogy sikerrel tudjuk kezelni mondjuk a migrénes pácienst. Azonnal folytatjuk még akár a diagnosztikával, és csak hallgassuk meg Magdolnát, akit a vonal túlsó végén köszönhetünk. Jó napot kívánok, Magdolna, adásban van. Jó napot kívánok! Szeretném a doktor úrtól megkérdezni, hogy én 2-es fokozatú cukorbeteg vagyok. Hát gondolom, hogy ez ideg alapon van, ugyanis a párom daganatos beteg 5 éve, és azóta vagyok én cukorbeteg, hogy lehet-e ezt gyógyítani akupunktúrával? Mert azt hallottam, hogy lehet. Köszönöm a kérdését. A gyógyítás szóval mindig óvatosan bánunk. Mi mindig csak segítjük a pácienst, sosem mi gyógyítunk, hanem a páciens öngyógyító folyamatait erősítjük. Cukorbetegség egy nagyon fontos téma, már csak azért is, mert nagyon elterjedt. Valóban van benne szerepe a aktuális stressz állapotnak is. Tehát ez, hogy említette a férjének sajnálatos állapotát, ez valóban mindenképpen benne van ebben. Azonban ugyanúgy fontos a diétaterápia, akár a nyugati, akár a keleti oldala. És hogyha az ember nem csak akupunktúrát használ, mi sosem csak akupunktúrát használunk, hanem megfelelő stresszoldó technikákat javaslunk, megfelelő mozgásterápiás elemeket, megfelelő diétaterápiát, adott esetben gyógynövényeket, és mellette egy kis akupunktúrát, akkor ezekkel így együtt lehet segíteni a 2-es típusú cukorbetegségnek is a gyógyulását. Ezen belül aztán persze menet közben súlyozni megtanulunk az adott kórképet, tehát van, akinél a diétának van nagyobb jelentősége, és ez szépen kiderül, akkor saját pályájára tudjuk állítani az adott pácienst, és a diétaterápia segítségével tud gyógyulni. Teszem azt, mostanában nyert népszerűséget a gluténérzékenység, mint az egyik lehetséges ok a 2-es típusú cukorbetegség hátterében, akkor az lesz a végső megoldás, akupunktúrára nincs is szükség. Más esetben például, hogyha a krónikus stressz oldásáról van szó, akkor pedig a tűszúrásos gyógymódnak kiemelten nagy szerepe lehet, például az ember nehezen képes egy relaxációs módszert megtanulni, vagy egy meditációs technikát. Köszönjük szépen! A tűszúrást említette, és az akupunktúráról beszélt. Ezt ilyen esetben például egy ilyen cukorbetegségnél, mint amit Magdolna is kérdezett, ismételni kell ezeket a kezeléseket, vagy egy egyszeri kezelés már tud segíteni? Ez hogyan történik? Krónikus betegségek esetében mindig több kezelésre van szükség. Nagyon-nagyon ritkán vannak kivételek. Tehát én is emlékszem egy olyan migrénes páciensemre, akinek 8 éve volt migrénje. De érdekes mód egyetlen egy izomcsomó itt a válla mögött volt az, amelynek a feszessége, krónikusan feszes állapota okozta ezt a fejfájást, és egyetlen egy kezelés során nagyon ügyesen sikerült kilazítani a tűvel ezt a csomót, és onnantól gyakorlatilag még egyszer vagy kétszer eljött csak azért, hogy biztosak legyünk benne. De nem volt szüksége későbbi visszajelzések alapján sem további kezelésre. De ez a ritka. Krónikus betegségek esetén tartós kezelés, és itt is a orvosnak a felelőssége, hogy eldöntse, hogy mennyire az akupunktúrát javasolja, mennyire vállalja fel azt, hogy adott esetben diétaterápiával vagy gyógynövényterápiával is akupunktúra nélkül is gyógyítható, vagy sikerrel kezelhető pontosabban az adott kórkép. Magdolna hívás előtt a diagnosztikánál hagytuk abba. Van még esetleg olyan, amit nem említett a diagnosztikával kapcsolatban? A nyelvről beszélt, ami nagyon érdekes dolog volt, hogy ott mennyi mindenre lehet következtetni. Mi az még, amit használnak? A 4 alap diagnosztika közé, mert ugye egyrészt tartozik a
kikérdezés, meghallgatása a páciensnek, másrészt a megfigyelése, ez nem csak a nyelvet jelenti, ez az egész testet jelenti. Tehát amikor belép hozzám egy páciens, megfigyelem a testtartását, megfigyelem a mozgását, megfigyelem az arcát, az arcról is nagyon-nagyon sok mindent meg lehet tudni a páciensről. Illetve később, amikor a kezeléshez készülünk és nekivetkőzik, vagy még akár a diagnosztikának azon részénél, amikor végigvizsgálom a testét mondjuk egy mozgásszervi betegség során, az adott eltérések a bőrön vagy jól látható formában is nyomot hagynak a testen, és az is segíti a diagnózis felállítását. Ugye a pulzus az egy nagyobb kategóriának, a tapintásnak az eleme. Nem csak a pulzus tapintom például a hasat is. Vannak az akupunktúrán, illetve a kínai orvosláson belül is különböző irányzatok, van olyan irányzat, főleg a japánok, hát ez egy kicsit japán akupunktúrának is nevezhetnénk, de nyilván ugyanaz a kínai gyökere, ahol a hasi diagnosztikának sokkal nagyobb a jelentősége. Ott a pulzust kevésbé nézik, mert nehezen taníthatónak tartják, egyébként nekünk is ez a meggyőződésünk. A hasi diagnosztika gyakran sokkal praktikusabb. Ott a hasán különböző területet tapintok meg, és abból tudok következtetést levonni. Ugyanígy természetesen, hogyha bármilyen olyan elváltozás van, amit meg kell vizsgálni kézben, mondjuk egy ganglionja van az embernek való a csukló környéken, akkor azt ugyanúgy megtapintom, megnézem, hogy milyen szövetekkel, milyen kapcsolatban van, mennyire van hozzánőve, stb. Ez is eleme. Valamint eleme még a szaglás és az ízlelés, hát mostanában ennek már kisebb jelentősége van. Természetesen a szaglás, hogyha leheletén érzem, hogy mondjuk az alkohol szóba került az elmúlt évek során, akkor ennek megfelelően célzottan tudom kérdezni és segíteni. Érdekes mód éppen alkohol általi, vagy alkohol függőségre is van olyan pont kombináció, ami nemzetközileg elterjedten és kutatások által is igazoltan kiválóan működik. Ez is egy érdekes dolog. Akkor hallgassuk meg közben Esztert. Jó napot kívánok, Eszter, hallgatjuk. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, kedves doktor úr. Jó napot kívánok. Szeretném kérdezni, hogy nekem van egy súlyos reflux betegségem, amióta volt nálunk egy nagy tragédia, és kapok egy gyógyszert, hát nem tudom, mondhatom a nevét, tolvon, ennyit mondok, és azóta, mióta ezt a tolvon szedem, azóta én olyan savas vagyok, hogy azt elmondani nem lehet, hogy már nem tudom, mit szedjek be, hogy elmúljon, hogy jó közérzetem legyen. Szóval sokkal, egyik percen jól vagyok, másik percen már rosszul vagyok, hogy lehet-e ebben az akupunktúrával segíteni ezen. Köszönöm a kérdést. A reflux betegség kifejezetten egy olyan panasz, aminél, illetve betegség, ahol nagyon fontos eldöntenünk, hogy milyen súlyossági fokon van. A legsúlyosabb, amikor már fekély is adott esetben, illetve a fekélynek a veszélye is fennáll, akkor nincs mese, a nyugati gyógymódok élveznek előnyt. Adott esetben szükség lehet bizonyos helyzetekben komoly savcsökkentésre, gasztroszkópos vizsgálatra, bizonyos esetben ugye, fekély esetén akár műtétre is. Azonban, ha komoly nyugati kezelése nincs feltétlenül szükség, akkor kiváló eredményeket lehet elérni a kínai orvoslással. Tehát gyakorlatilag minden enyhe fokú reflux, és közepesen súlyos refluxnál feltétlenül javasolható a terápia. Itt is nagyon fontos a diéta, itt is nagyon fontos például az egyszerű szénhidrátok kerülése, ha lehetséges a bőséges zöldségfogyasztás, adott esetben vitaminpótlás is, ami nem annyira hagyományos kínai orvoslásból ered, de ha arra van szükség, azt is kell használni. És mellette az akupunktúra mind a gyomorpanaszok csökkentésében, mint konkrétan a reflux megelőzésében, a sav elválasztásnak a mérséklésében igazoltan segítséget nyújt. A lehetőségek gyakran eldöntik, hogy valaki igénybe tudja venni, hogy a kezelés szám sem mindegy. A reflux nem egy olyan panasz betegség, amit egy-két kezeléssel meg lehet gyógyítani. Ha komoly, vagy közepesen súlyos állapotban van, akkor azért 8-10 kezelésre mindenképpen szükség van, hogy már olyan szintre jussunk el, ahol már az otthoni praktikák is segítenek. Természetesen itt is kicsit függ attól, hogy az eredeti ok micsoda, tehát hogyha lelki megrázkódtatás, akkor bizony minden olyan lehetőség, ami az ember lelkét rendbe teszi, a mozgás, a társas kapcsolatok, a közösségek, a vallásnak nagyon fontos, a hitnek nagyon fontos szerepe van természetesen, illetve maga relaxáció és relaxációs technikák nagyobb jelentőséggel bírnak, mint maga az akupunktúrás kezelés. Van még annyi időnk, hogy még egy kérdést meghallgassunk. Margitot köszönhetem a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, Margit, üdvözlöm! Jó napot kívánok, André Istvánné vagyok.
Üdvözöljük és várjuk is a kérdését. Érdeklődni szeretnék. Van nekem egy bal oldalon az agyba egy jó indulatú daganat. És mióta ez me fent áll, azóta a nyelvem elkezdett repedezni. Nagyon sokszor nagyon fáj, időközönként vérzik a nyelvem, de be is gyógyul, de azok a repedések megmaradnak. Na most voltam CT-n, mert hogy ellenőrzik ezt a daganatot, hogy nő vagy nem nő, és azt írták, hogy a jó indulat, a baloldali jó indulatú a térfoglaló folyamat változatlan. A multiplex is, ha emiás, gócok száma egyértelműen növekedett. Én nekem az volna a kérdésem, hogy nagyon szépen megkérem, hogy mondják meg nekem, hogy mi ez a multiplex, meg hogy a nyelvem ezzel kapcsolatban repedezik. A multiplex isémiás gócok, ezek több helyen, számos helyen elhelyezkedő oxigénhiányos alapon kialakuló gócok, amelyek nem feltétlenül vannak összefüggésben a jó indulatú daganattal. Na most a nyelv eltérése, az pedig lehet annak az eredeti funkcionális diagnosztikai entitásnak, itt funkcionális eltérésnek az eredménye, ami egyébként a keringésre is káros hatással van, és egyébként hozzá tud járulni az agyi elváltozásokhoz, azonban nincs közvetlen összefüggés a kettő között. Tehát az eredeti funkciózavart, ami a nyelven is eltérést okoz, akár életmódterápiával, diétával, akupunktúrával lehetséges, hogy lehet valamelyest javítani, de a jó indulatú daganatnak a kezelését igazoltan még nem sikerült kimutatni, hogy akupunktúrával lehetséges lenne. Itt, amire a hölgy kérdezett rá, hogy nem, azt sem tudja, hogy mit jelent az, amit éppen leírtak nála a papírra. Igen. Lehet, hogy egy kicsit naív kérdés, de mi ennek az oka? Tehát, hogy a nyugati orvoslás ezt annyira nem tartja szem előtt, hogy elmagyarázza a betegnek, hogy ez történt, ez van most az ön szervezetével, ilyen problémákat vettünk észre, ez ezt és ezt jelenti, és azt javaslom, hogy mondjuk egy komplementer medicinával javítsunk az állapotán, tehát nem tartunk még itt. És belebújok a másik cipőmbe, mint nyugati orvos. Gyakran találkozunk az időnyomással. Tehát sajnos a ellátó rendszer nem minden szempontból áll a helyzet magaslatán, nagyon gyakran nincs lehetőségünk arra, hogy megfelelő magyarázatot adjunk. És ez még csak az első lépcső, a megfelelő magyarázaton túl a megfelelő megnyugtatás lenne a következő. Tehát, hogy törődjünk a pácienssel, nagyon gyakran erre sajnos nincsen lehetőség a nyugati orvoslásban, mert még ott állnak sorban az ajtó előtt a páciensek, akiket bizony-bizony mind-mind el kell látni. Na most a nyugati orvosáshoz képest a keleti orvosás itt szerencsés, mert annyi időnk van, amennyit meghatározunk, előre megbeszéljük az időpontot. Ez nem azért van, mert ebben jobb lenne a kínai orvoslás. Minden orvosi rendelésen, hogy a nyugati orvos is elmegy és a magárendelést végez, akkor ott tudja úgy szabni a feltételeket, hogy erre legyen mód és lehetőség, és erre nagyon nagy szükség lenne, hogy ez meglegyen, mert valóban, hogyha az ember nem érti, hogy mi van benne, mi van a saját fejében, agyában, akkor ez fokozni is tudja a szorongást, fokozza a stresszt, és az eredeti ok, ami adott esetben részt vehetett a valamelyik, akár mindegyik eltérés kialakulásában, ez még romolhat is, ahelyett, hogy javulna. Mert sajnos a megnyugtatásra már nem volt idő. Doktor úr, innen folytatjuk a második részben. Kedves nézőink, maradjanak velünk, egy rövid reklám után folytatjuk. Hamarosan folytatódik az Orvos válaszol. Kedves nyugdíjas! Budapest 17. kerületében a Madárdombon emelt szintű, bentlakásos idős otthonunk szeretettel várja az ön jelentkezését. Csendes, nyugodt zöldövezetben szakápolóink, gyógytornász és masszőr gondoskodik lakóink személyre szabott ellátásáról. Igénye szerint önálló apartmanban töltheti biztonságban hátra levő éveit, vagy kétágyas elhelyezéssel élethosszig tartó ápolást nyújtunk önnek. A kertvárosi tiszta levegőt parkosított udvarunkon fedett teraszon is élvezheti. Egyéni és csoportos foglalkozásokkal, ünnepi programokkal, szabad könyvtár használattal színesítjük meg az itt eltöltött éveket. Helyben elkészített ízletes, házias, szükség esetén diétás ételeket kínálunk önnek.
fodrász és pedikűrös szolgáltatása igénybe vehető. Érdeklődjön bizalommal személyesen az intézmény vezetőjénél. Madár Domb Idősek Háza, Budapest, Uszoda utca 3, vagy a 061-253-0961-es telefonszámon. A piramisok tanulmányozása és számtalan kísérlet után született meg Csapó György mérnök természetgyógyász találmánya, az energiaspirál. A piramisok energiára gyakorolt hatását nem tudjuk megmagyarázni, mégis működik. A természet egyik alapvető mintázata, a Fibonacci spirál mentén elhelyezett piramisok a yin és a yang energiákat növelik. Az energiaspirál állapot és közérzetjavító eszköz az egyes szervek és végtagok fájdalma kimerültsége esetén. Térszájásomra például először nagyon jól használt. Megmondom, hogy azóta nem fáj a térdem, mert rendszeresen használom. Természetesen nem helyettesíti a gyógyítást, de elősegíti a szervezet öngyógyító képességét. Az energiaspirálról többet is megtudhat a 0630 532 90-es ügyfélszolgálati telefonszámunkon, vagy webáruházunk honlapján, ahol az energiaspirál meg is rendelhető. www.multiwebshop.hu Az ízületi fájdalom, az érszűkület vagy a csontritkulás önnek is megkeseríti az életét? Ha láttam jön a busz, inkább elfordultam, de 30 métert nem tudtam futni. Ismerje meg a forradalmian új Medozán Kurkuma Plus tablettát, amely segít, hogy visszaszerezze mozgékonyságát és újra fájdalom nélkül örömmel tölthesse mindennapjait. Tapasztaltam a praxisomban több betegnél is, hogy a fájdalmak, amelyek nagyon megnehezítették a betegeknek az életét, többek között a reggeli fájdalom jelentkezése, ízületi merevség jelentősen csökkent. A kurkuma ízületi fájdalmakra gyakorolt jótékony hatása évszázadok óta ismert. A svájci tudósok által kifejlesztett Medozán Kurkuma Plus nagy koncentrációban tartalmazza a növény hatóanyagát. A Medozán Kurkuma Plus javítja a vérkeringést, az érrendszer állapotát és hatékonyan kezeli többek között a lábfej, a térd, a csípő, a derék és a váll ízületi megbetegedéseit. A Medozán kurkumát 3 hónapja szedem. Meg kell próbálni, mert én is onnan jöttem vissza, ahol már azt hittem, hogy vége lesz a sétálásomnak, meg a intenzív mozgásomnak, illetve az egyik munkámnak. A Medozán Kurkuma Plus 100%-ban természetes hatóanyagot tartalmaz. Más gyógyszerek mellett nyugodtan lehet alkalmazni, szedni, mellékhatásokkal nem rendelkezik. Én a lépcsőházat takarítom, ahol lakom. Talán még fel sem értem igazából, hogy újból munkaképes vagyok. Most ugyanúgy csinálom, mint ezelőtt 5 évvel talán is. És én mindig javulási fokban vagyok. Most van kedvem este még beszélgetni, van kedvem lemenni egyet sétálni a feleségemmel. Visszajött az életkedvem is jó formán, mert újra, hát mondom, hogy fiatalnak érzem magam, de ott nincs állandó fájdalmam. Ne törődjön bele ön se az állandó fájdalomba. Rendelje meg ön is a Medozán Kurkuma Plus tablettát mindössze 7990 forintért. Különleges akciónk keretében most 2 doboz, 2000 forint kedvezménnyel lehet az öné. Válassza ön is a Medozán Kurkumát, hogy újra fájdalom nélkül és szabadon mozoghasson. Telefonáljon most! Munkatársaink várják hívását. A Magyar Hírlap holnapi számából. Megelevenedik a liberális panoptikum. Új kabinetfőnök érkezik a honvédelmi tárcához. 500 milliárd forinttal nő a mezőgazdasági támogatás összege. Részletek a holnapi Magyar Hírlapban. Magyar Hírlap. A szabad sajtó napilapja. Csörgés helyett szóljon hangulatos dallam a mobilján. Csomagban egy csengő hang, csak 100 forint. Küldje a kiválasztott zenekódját SMS-ben a 1790-es számra. Demjén Ferenc honfoglalás 272. Volt egyszer egy vadnyugat harmonika 273. Hunnia Erdélyi induló 274. Rómeó és Júlia lehetsz király 275. Dirty Dancing filmzene 276. Székely himnusz 274. Csak küldje a kódot a 1790-re. Következő adásunkban folytatjuk a gépjármű tolvajok sikerét bemutató sorozatunkat. Ha tudható, hogy mi a tolvajok sikerének a titka, és ezzel szemben mi a megoldás, akkor nagyon sok gépjármű maradhat a tulajdonosoknál, és kevesebben válnak áldozattá. Tartsanak velem! Thank you.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket az Orvos Válaszol című egészségügyi magazin második részében. Mai témánk az akupunktúra és a hagyományos kínai orvoslás, vendégünk pedig a stúdióban dr. Jós Károly. Hívhatnak minket, telefonszámunk 061-877-0599, és SMS-t is várunk Önöktől, SMS számunk 0630-444-4404. A lelki dolgoknál hagytuk abban az első rész végén, és valójában röviden úgy lehetne összegezni, hogy a nyugati orvoslásban nincs annyi idő, hogy foglalkozzanak a beteg lelki dolgaival, pedig hát nagyon sok esetben sokat javítana a beteg állapotán, hogyha meghallgatnak, és kiderülne, hogy milyen lelki problémái vannak. Önöknek több idejük van erre, vagy másként osztják be az idejüket, vagy ennyivel kevesebb beteg ismeri még Magyarországon a kínai orvoslást? Alapvető hozzáállásbeli különbség is van a tekintetben, hogy ugye a nyugati orvoslásban pszichiátria külön van, külön szakterület, a pszichiáter ért hozzá. Többi, belgyógyász, sebészeti szakirányok, stb. Elkülönül. A hagyományos kínai orvoslásban nem. Tehát nekem ugyanúgy kell lennem belgyógyásznak, ugyanúgy kell lennem reumatológusnak, adott esetben szemésznek, mint ahogy pszichiáternek is. Most ez nem csak ahhoz vezet, hogy mondjuk egy depressziós páciensnek is lehet adott esetben segíteni a kínai orvoslás módszerével, hanem azt is jelenti, hogy a kapcsolatot is sokkal könnyebben megtaláljuk. Emiatt nem csak az a szempont, ami miatt több időt szánunk a páciensre, hogy megnyugtassuk és ezzel is segít, mint orvosgyógyszer segítsük a gyógyulását, ez is fontos ugyan, de a kapcsolatok megtalálásával, a lelki oldal kezelésével, ha erre lehetőség van, akkor még többet tudunk neki segíteni, és még inkább elő tudjuk segíteni, hogy valóban oki gyógyulás történjen. Ugye nagyon sokszor hallottuk, hogy most a telefonálótól is, hogy ők is azt gondolják, hogy elsősorban egy lelki esemény, egy erős trauma, egy nagy trauma volt az, ami kiváltotta a betegségüket. Ugye a stressznek a hatásait a nyugati kutatások oldaláról is jól ismerjük. Ha ebben tudok neki segíteni, és nem csak azzal, hogy egy relaxációt adok, hanem olyan mondjuk éles stratégiákat is pár percben tudok neki javasolni, ami őt segíti, akkor még jobb lesz a gyógyulásra való esélye. És már is érkezett egy telefonáló. Jó napot kívánok, Ilona, köszöntjük! Jó napot kívánok! Halló, Ilona, hall minket? Igen, hallom, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, várjuk a kérdését, adásban van. Igen, én 2012. 7. 21-én szomnyaktörést szenvedtem, egy nagyon csúnya a főorvos úr szerint, és 2012. 7. 28-án lett nekem egy csavarcsere, mivel az előző csavarom meglazult, és valami problémám volt vele, nem volt jó. És én azóta is kínlódok, nem tudok, még most is járókelettel járok, nem tudom a lábamat felemelgetni, most már a vállaim is fájnak, gondolom a kerettől, és egyszerűen tájékozatlan vagyok, hogy mit csináljak, hogy lábam legyen, merre, hová menjek, hogy segítsen valaki. Voltam a kontrón, de hát nem sok jót mondott a főorvos úr. Első és legfontosabb tanácsom, hogy keressen egy nagyon jó gyógytornászt. A gyógytorna az, ami egyrészt helyreállítja a mozgástartományokat, akupunktúra is tud ugyan segíteni benne, de itt ebben az esetben, az ön esetében egy olyan gyógytornát találom fontosabbnak. Hogyha a gyógytorna segítségével meg tudja nyújtani a megrövidült izmokat, mert hogy a műtét során szükségszerű, hogy izmokat vágjanak át, szükségszerűen kialakulnak hegek, feszességek, ha nem tudja az ember mozgatni a lábát úgy, ahogy kellene, úgy, ahogy az meg lett alkotva, akkor bizony-bizony megrövidülnek az izmok, a mozgás beszűkül. Ezt helyre kell állítani, és ahogy kilazulnak az izmok, a keringés is javul. Keringés javul, az adott esetben oxigénhiányos eredetű fájdalmak is enyhülnek. A legfontosabb a gyógytorna. Szakemberrel, illetve otthon is egyaránt, és emellett lehet, hogyha ez még nem elegendő, keresni akár komplementer megoldásokat is, amiben az akupunktúra is segíteni tud. De itt én a mozgásterápiát, tehát ugye a kínai orvoslásnak is van mozgásterápiás eleme, de hál' Istennek gyógytornászokkal azért jól el vagyunk látva, és jó szakemberek, ezért őket érdemes első körben felkeresni. Akkor ez az első lépés, amit Ilonának tennie kell. Köszönjük szépen. Zsófiát köszöntjük a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, Zsófia! Haló? Igen. Köszöntöm, Zsófia, adásban van, és doktor úr várja a kérdését. Jó napot kívánok.
Zsófia, most lehet, hogy nem hall minket, úgyhogy akkor addig én kérdezek, amíg igen, visszakapcsolják a kollégák. Az akupunktúra tulajdonképpen milyen panaszokon, milyen betegségeken tud enyhíteni? Mikor célszerű az akupunktúrához nyúlni? Három nagyobb kérdéskört vázolnék föl. Az egyik azon panaszok, amik nem kielégítően kezelhetőek nyugati orvosi módszerekkel. Mert annyira azért nem súlyos mondjuk egy fejfájás, hogy rendszeresen az ember erős fájdalomcsillapítókat használjon, annyira nem súlyosak a menstruációs panaszai, hogy de ez mégis kellemetlenné teszik az életet. Na most ilyenkor akár olyan panaszok esetén, amik amúgy nyugati orvosilag is jól ismertek, akár olyan panaszoknál, amikor a nyugati orvos megmondja a vállát, hát nem tudom, hogy most ez mitől lehet. Nem, várjuk meg, amíg rosszabb lesz, és akkor talán látni fogjuk a laborokban. Hát ez mondjuk nem túl megnyugtató egy betegnek. Ez nem megnyugtató, de ilyen esetekben ez az egyik kategória, amikor sokat tud segíteni. A második kategória, amikor jól ismert betegségek kezdenek kialakulni, például egy magas vérnyomás betegség, vagy egy reflux, amiről már szó volt, de még abban a fázisban van, hogy vissza lehet fordítani. Tehát a magas vérnyomás is, hogyha egyszer, volt már olyan tapasztalatom, hogy kolléga fölírt egy egyszeri mérés alapján, nem is volt magas, 150 alatti felső és 100 alatti alsó értéket mért, már is fölírta a gyógyszert azzal a mondattal, hogy ezt önnek az élete végéig szedni kell. Ezt én nem tartom feltétlenül jónak, mert ilyen esetekben nagyon gyakran egy komplex életmódterápiával, akár akupunktúrával kiegészítve, akár anélkül is, lehet jól kezelni a kezdődő magas vérnyomást, és akár évtizedekig nem lesz szükség gyógyszerekre. Közben szóltak a kollégák, hogy Zsófiának sikerült igen, minket utolérni. Jó napot kívánok, Zsófia, hallgatjuk a kérdését. Jó napot kívánok. Én egy kérdést szeretnék feltenni a doktor úrnak. Én átestem egy súlyos autoimmun betegséggel, és van nekem belőle, maradt nekem vissza belőle egy pajzsmirigy alulműködés. Na most azt a bizonyos gyógyszert, amit szedek rá 10 éve, abba kellett hagynom, mert minden mellékhatás megjelent, és olyan rosszul voltam már tőle, hogy abba kellett hagynom. Hát most csinálnak egy új tesztet, és hát valószínű, hogy mondta a doktor úr, hogy tovább kell a gyógyszert szednem. Most az lenne a kérdésem, mivel én az autoimmun betegségből és az akupunktúrával gyógyultam meg, az lenne a kérdésem, hogy ez esetben tud-e nekem segíteni az akupunktúra, hogy ezt a bizonyos gyógyszert ne kelljen szednem, mert nagyon szenvedek tőle. Igen, köszönöm a kérdést. A belső elválasztású, ugye hormontermelő mirigyek betegségeinél nagy vonalakban két alapvető kategóriáról beszélünk. Az egyik, amikor még van olyan épszövet, ami képes hormontermelésre, olyankor akupunktúrával is lehet segíteni a funkciónak a visszatérését vagy javulását. Nem biztos, hogy teljesen gyógyszermentes lesz az ember, de adott esetben remekül lehet csökkenteni a gyógyszerdózisát. Másik eset, amikor annyira súlyos volt az autoimmun folyamat, hogy kiirtotta a vagy a hormontermelő szigeteket, ilyenkor azonban sajnos a kínai orvoslás sem tud csodát tenni, és előfordul, hogy bizony élet végéig a hormonkészítményt szedni kell. De az már nagy eredmény, hogyha a gyógyszerkészítményeket tudja csökkenteni. Ugye van a mellékhatások száma is csökken. Így van, ahogyan már a kettes típusú cukorbetegség is szóba került. Vannak olyan egyébként meglehetősen gyakori hormonrendszerrel kapcsolatos kórképek, ahol nagyon-nagyon nagy segítséget tud nyújtani a kínai orvoslás. Térjünk vissza akkor arra a kérdésre, hogy milyen panaszok esetén tud segítséget nyújtani az akupunktúra, mert hogy itt hagytuk abba. Itt volt a harmadik kategória, amit még nem említettem, amikor súlyos betegségről van szó, de nem kielégítő a nyugati orvosi kezelés, és akár kiegészítő fájdalomcsillapításra, akár mondjuk egy kemoterápia mellett a Hányinger, vagy a kemoterápia mellékhatásainak csillapítására jön szóba ez a kezelés. De ugyanígy lehet a sebészeti eljárásokat is említeni, amikor bizonyos esetben például egy comnyaktörés elkerülhetetlen a műtét, azzal lehet gyógyulásra segíteni a páciást, de akár műtét, tehát megelőzően egy kicsit a stressz szintet csökkenteni, ezáltal bizonyítottan akár a műtét utáni gyógyulást rövidíteni, a kórházi ellátás szükségességét kicsit csökkenteni, a kórházi bentöltött időt csökkenteni, majd utókezelésben, hogy hamarabb tudja használni az ember az adott végtagját, fájdalmai gyorsabban múljanak, kiegészítésként, tehát ugye komplementer gyógymódként, a komplementer szó is erre utal, kiválóan tud működni.
Újabb telefonálót köszönhetünk. Jó napot kívánok, Ildikó, adásban van. Jó napot kívánok, üdvözlöm, Baráth Józsefné beszélek, Ildikó. Szeretnék én érdeklődni a doktor úrtól, hogy 100-as a fehérvérsejt szám, 48-as a süllyedésem, és volt egy csonti infarktusom, és meg ízületi gyulladásom van, hogy az ízületi gyulladás okozhat-e ilyen nagy fehérvérsejt számot és süllyedést. Ennek a miértje és mikéntjei, ez már nem a kínai orvoslásnak a területe elsősorban. Tehát itt már az adott szakterületnek a szakorvosát kérdezvén biztos, hogy pontosabb válaszokat tud kapni. Mindig vannak olyan kérdések, olyan területek, amikor azt kell mondanunk, hogy van olyan szakember, aki ez jobban ért. A fehér vérsejt szám emelkedéssel járó természetesen gyulladási folyamatoknál nem a kínai orvoslás az elsődleges kiindulás. Itt is, hogyha már megvan a pontos nyugati diagnózis és az adott terápiát beállították, kiegészítő kezelésként jön csak szóba az akupunktúra vagy a kínai orvoslás. Értem, köszönöm szépen. Köszönjük szépen mi is. Viszont hallásra. Az akupunktúrát egyébként gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt lehet alkalmazni? Egyaránt lehet. Például saját gyermekeim, akiket gyakorlatilag születésük óta, hol hasvájásra, hol nyugtalanságra tudtam kezelni, természetesen lézerre. Tehát ilyenkor nem tűt szúrok a gyermekbe, 6 éves kor alatt extrém ritka, hogy tűt használjak. Lézer akupunktúra gyermekeknél gyakorlatilag ugyanolyan hatékony, mint a tű kezelés. És ez fájdalommentes. És ez fájdalommentes, az olyan, mint egy kis lámpácskával világítanék rá. Ez azt jelenti, hogy az ön gyerekei nem iszettek még soha gyógyszert, bocsánat, nem akarok a magánéletében és a családja életében vájkálni, de akkor nem használtak még soha gyógyszert? Itt merül fel az én másik cipőm, hogy ezért én nyugati orvosként azt tanultam, hogy ha magas láz, akkor is van egy olyan szint, amikor már csökkenteni kell. Az biztos, hogy az első gyerekemnél még több fájdalom csillap, vagy illetve lázcsillapító kúput használtam, mint a harmadiknál, talán nála egyszer sem, hát most 2,5 éves, bízom benne, hogy nem is kell. Sokan félnek egyébként a tűszúrástól, ez minden esetben fájdalommal jár? Vagy esetleg hegmaradhat a helyén, vagy tartani kell egyáltalán ilyenektől? Nem, teljesen hegmentes. Nagyon nagy a különbség az akupunktúrás tű, és a hagyományos, ugye az orvosi rendelők, ben, amikkel találkozni lehet tű között. Egyrészt sokkal vékonyabb az akupunktúrás, másrészt pedig a fecskendők tűje, az ugye mindig egy henger, ami le van metszve, ezáltal egy éle van. És természetesen egy üreg át, ezért is kell vastagabbnak lenni. Az az éle, ami van, az biztosítja, hogy könnyen, akadálymentesen átmegy a bőrön, azonban mondjuk így szétrancsírozza az érzőideg végződéseket, és ezért fájdalmasabb sokkal. Az akupunktúrás tű azonban egy kúphegy. És a kúp az úgy megy át a bőrön, hogy szétfeszíti inkább, de nem trancsírozza, inkább eltolja a szöveteket. Ez is járhat azonban a fájdalommal. Tehát aki nagyon-nagyon fél a fájdalomtól, azt szoktam mondani, hogy kezdjünk lézerakupunktúrával. Nagyon sok panaszra betegségével közel ugyanolyan hatékonyságot lehet elérni a lézerakupunktúrával, és nem fogom akkor őt még külön stresszelni, mondjuk így egy tűvel. De a tűszúrások többségét lehet nagyon enyhe fájdalommal vagy fájdalommentesen végezni, mondjuk az enyhe fájdalmat, mint egy szúnyogcsípés, úgy lehet elképzelni. Ez is csak amikor átmegy a tű a bőrön. Amikor már átment, ott nagyon finoman lehet úgy dolgozni, hogy teljesen fájdalommentes. Példa erre, például ez most elrettentően fog hangozni, van olyan 15 cm-es tű, amit be lehet vezetni, hát ugye nem, tövig nem szúrjuk be a tűt sosem, de jó pár, tehát több mint 10 cm-re úgy, hogy semmi fájdalmat nem érez az ember. Ezt az arcon is akár? Természetesen nem. Ja, mert akkor, hogyha... ott azért nem annyira vastag a bőr. Tehát például a farizomzat környékén, ugye ez úgynevezett körteformájú izomnak a feszessége, fájdalma esetén, hogyha több izomrétegen keresztül kell hatolni, meg esetleg még van egy vastag zsírréteg is a páciens részéről, amin át kell jutni, akkor bizony néha ez a tű kerül elő, de ott amúgy is ritkábbak az érzőidegek, és ezért nem szokott fájdalmas. Kevésbé fájdalmas, igen, vagy nem is fáj. Vagy akár nem is fáj. És Máriát köszönhetjük a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, Mária! Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket! Egy kérdésem lenne a doktor úrhoz. Sigma bél, 15 centis eltávolításom volt 2 éve, daganat nincs. Divertikulumok vannak a vastag bélen, nem vállalták a tükrözést emiatt.
Néha begyullad az alsó hasam, amire antibiotikumot, Normixot kaptam. Kérdezem, gyógyítható-e ez a béle elvékonyodás? A bélnek az e fajta panaszaira, ugye megint csak nem lehet azt mondani, hogy gyógyítható vagy nem gyógyítható, hogy tudunk-e segíteni, inkább ez a kérdés. Na most ilyenkor a megfelelő diéta beállításával, a megfelelő, ahogy ott esetben akupunktúrás kezeléssel lehet segíteni azt, hogy kevésbé gyulladjon be az adott bélszakasz. Hasonlítom most, ez ugyan más betegség, de mondjuk egy irritáblis bélszindrómához tudnám hasonlítani, ahol a fájdalomcsillapítás és a panaszok kiválóan működnek. Adott esetben, ha gyulladásról van szó, ott is nagyon sokat tudunk segíteni. Természetesen az eredeti teljesen gyógyult állapotot nem tudjuk helyreállítani, mert az a bélszakasz, ami el lett távolítva, azt visszaállítani nem lehet. Illetve a divertikulózis, tehát a divertikulumok gyógyítása sem ismert általam a akupunktúra vagy a kínai orvoslás módszereivel. Tehát itt inkább arról van szó, hogy egy tartós remisszióba kerüljön az ön állapota, tehát panaszok úgy rendeződjenek, vagy a gyulladások úgy ne jelentkezzenek. Említem ismét, nem csak akupunktúra, hanem probiotikumok, diétaterápia, akár gyógynövények használatával, hogy önnek panasza jóval kevesebb, vagy akár egyáltalán ne legyen. Több alkalommal említette doktor úr a diétát, a keleti diétát, ez miben más, mint a nyugati diéta? Ugyanúgy például a diagnosztikai oldalról más, tehát én a funkcionális diagnosztikai entitások alapján javaslok diétát. Tehát nem gyomorra, egy refluxos diétát javaslok, vagy egy magas vérnyomásos diétát javaslok, bár ugye a nyugati dietetika eredményeit is érdemes gyakran figyelembe venni, mert van egy-két olyan apróság, amit az elmúlt évtizedekben fedeztek föl, és 2000 éve még nem tudtak. De minden esetre kínai orvosi alapokon, adott esetben beillesztve a friss nyugati eredményeket szoktuk használni ezen javaslatokat. Közben érkeztek SMS-ek is, nézzünk néhányat ezek közül. Évekkel ezelőtt kezeltek akupunktúrával, nem fogytam le egy dekát sem, de azóta 3-4 helyen sebes a fülem, amit nem tudnak meggyógyítani. Nem jó szakember kezelt? Nem szeretném minősíteni a kollégákat. Lehet, hogy a technika adott esetben jó lett volna. Az biztos, hogy a testsúly problémákat nem lehet egy kalapként kezelni, hogy persze akupunktúrával le lehet bárki. Nem így van. A testsúly megnövekedésének nagyon sok oka lehet. Én is találkozom a praxisomban időről időre olyan páciensekkel, akik emiatt fordulnak hozzám, és néha én sem tudok segíteni. De ezt akkor a megfelelő időben észre kell venni. Jelezni kell, hogy ez a helyzet úgy tűnik önnél sem az étvágy csökkentése, sem az adott esetben a diéta miatti stressz csökkentése, sem az anyagcserének a javítása. Nem tudom milyen oknál fogva, de nem működik. Vannak akár lelki oldalról, akár belgyógyászati oldalról is olyan esetek, amikor nehézségbe ütközünk. Most ilyenkor óvatosan kell a kezelést is, tehát megfelelő korlátokkal kell végezni. Na most visszatérve a fülsérülésre, többféle fültűt ismerek, láttam én is. Én a legvékonyabbat használom, ugye ez 0,2 mm vastag, ezzel soha ilyen gond nem volt. De láttam már olyan tűt, aminél sokkal vastagabb. Én idegenkedem a használatától, és el tudom képzelni, hogy ez például hosszú távon panaszt okoz, illetve olyan elváltozásokat okoz, amik utána bizony-bizony nagyon nehezen reagálnak más bármilyen gyógyító terápiára. Azt tudom mondani, hogy vannak olyan technikák, nekem is van olyan páciensem, aki idestóbb 3 éve jár hozzám, csak azért, mert ő úgy érzi, hogy 3-4 hetente jól esik kicsit stresszt oldani, kicsit étvágycsökkentő fültüket kapni, hol ezt, hol azt, mert úgy gondolja, hogy megelőzésben ő, neki ez nagyon jól működik. Gyakorlatilag 3 éve kezelem fültűvel, soha semmilyen panasz, eltérés, seb nem lett a fülén. Tehát technikától is függ, nyilvánvaló szakmai tapasztalattól is függ, és adott esetben lehet, hogy valakinek olyan sebgyógyulási nehézsége van, most hirtelen a súlyos fokú cukorbetegség jut eszembe, mert arról azt már említettük, amikor bizony nehezebben gyógyulnak a sebek, és akkor nagyon óvatosan kell bánni a tűkezeléssel. Nézzünk még egy kérdést. Pánikbetegségem van, már mindent kipróbáltam, nem segít semmi. Van-e bármilyen ázsiai gyógymód, ami jó lehet? Pánikbetegséggel rendszeresen fordulnak hozzánk. Volt nagyon-nagyon jó tapasztalatom is, volt nagyon rossz is. Ez mitől függ? Ez hogy segít vagy nem segít az akupunktúra? Például ettől is függ, így van.
a pánik megint csak egy olyan szindróma, hogy nagyon nehéz egy kalapba venni. Az első beszélgetés, ugye, ami nagyjából egy óra szokott lenni, néha több is, nagyon jól megmutatja, hogy mennyire vállalható az adott páciensnek a kezelése. Mert ha olyan nagyon erős, akár családi konfliktusok, akár munkahelyi környezet áll a háttérben, amely rendezése nélkül nem reális, hogy gyógyuljon a pánikszindróma, az akupunktúrával sem lehet segíteni. Azonban, hogyha úgy látja a terapeuta, hogy a megfelelő életmódjavaslatokkal, megfelelő diétás tanácsokkal, gyógynövények, ugye gyógynövény időről szóba kerül, bár nem mindig van rá szükség, akupunktúrával, és itt megint említem a tartós fültüket, mert például pánikszindrómánál rendszeresen nagyon jó tapasztalattal használom éppen az aktuális stressz szint, a vegetatív idegrendszer egyensúlyának helyreállásának segítése érdekében. Jók a tapasztalatok, és sikeresek gyakran a kezelések. Az akupunktúrát lehet betegség megelőzésre is használni, utalt már erre az egyik válaszában egy félmondat erejéig. Mindenképpen. Kínában volt egy olyan periódus, amikor akkor kapott fizetést az orvos, ha egészséges volt minden páciens. Na ez nagyon tetszik, igen. És ha nem, akkor bizony-bizony neki gyógyítania kellett költségmentesen. Na most ez jelenleg Magyarországon már csak azért sem megoldható, hogy nincs annyi kínai orvos, hogy mindenkinek jusson, de mint ahogy említettem, hozzám is járnak olyanok, akik nem én beszéltem őket rá. Hát én mindenkinek azt mondom, vagy ha már az eredeti panaszok, amikről az elején beszélünk, már úgy érzi, hogy ezzel már együtt tud élni, akkor fölmerül, hogy elhagyjuk a kezelést. De tud abban is segíteni, mondjuk, hogy az immunrendszer erősebbé váljon, igen, nem csak a stresszoldásban? Igen, bár a kettőszorosan összefügg. Tehát, hogyha valaki azért bír egy gyengébb immunrendszer, mert annyira stresszes, hogy az energia, meg az a hormonális, illetve vegetatív idegrendszeri eltérés már az immunrendszer rovására megy, ugye, mint pszichoneuroimmunológia, nagyon ilyen külön tudományág is, szoros kapcsolatban vannak ezek a rendszerek, ezeket nem lehet elkülöníteni egymástól, akkor ha én a stressz csökkentésben segítek, az immunrendszert is képes vagyok segíteni nála, hogy lábra álljon. Betegség megelőzés, ez hogyan működik? Mit ajánl ilyenkor a páciensnek? Milyen gyakran vegyen részt kezeléseken? Ez mitől függ? Évente egy-két ember jön be úgy hozzám, hogy igazából nincsen panasza. Ő csak azt szeretné, hogy egyszer úgy jól átnézik kínai szempontból, és megnézik, hogy mit tud tenni. Nagyon érdekes, dolgoztam egy olyan központban, ahol a genetikai vizsgálatoknak volt nagy gyakorlat, tehát sok genetikai vizsgálatot végeztünk, és össze lehetett hasonlítani, hogy például az alkati kötőszöveti gyengeség. Több ezer éve ismert, ők úgy hívják, hogy lépcsőhiány, alkati lépcsőhiány. Ugye a lép egész mást jelent, mint a nyugati orvoslásban, másfajta, a csí, már említettük pár szóban, de hogy ugyanazt a jelenséget fogták meg most frissen a genetikai vizsgálatok, amit annak idején. Na most, hogyha én úgy segítek neki az életmódja kialakulásában, hogy a kötőszöveteit erősítő gyakorlatokat, erősítő életmódot adok neki, vagy megmondom, milyen praktikákat lehet mondjuk egy gyakori orvérzés csillapítására otthon használni, akkor megelőzésként kiválóan tudok neki segíteni. De ez csak egy elem, minden embernek vannak alkati gyengeségei, ezért elméletben minden embernek, hát az egészséges életmódról nem is beszélünk, lehet segíteni, személyre szabottan azt az életmódot megtalálni, ami neki jobb. Doktor úr, ennyi fért a műsorunkba, remélem, hogy még tudjuk majd folytatni ezt a témát a későbbiekben. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen én. A nézőknek pedig a figyelmet, írjanak nekünk, e-mail címünk orvosválaszol@ekhotv.hu. Egy hét múlva a HPV vírusfertőzésről beszélgetünk. Ha velünk tartanak, azt is megtudhatják, hogy ennek a vírusnak milyen szerepe van a méhnyak és a fejnyaki daganatok kialakulásában. Várjuk Önöket, addig is minden jót kívánok, viszontlátásra! Támogatunk az Enikő virágüzlet.